Liliput mesék. A hólyag, a szalmaszál és a tüzes üszög. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy hólyag. Elunta magát, elakasztotta a madzagot, s azt mondja: Elmegyek én vándorulni, világot látni. Gurult az úton. Hát, ahogy gurult, gurult, találkozott egy szalmaszállal. Hová mész te, szalmaszál? Én elbújtosom, kiestem a kájából, mikor a gazdasszony be akart gyújtani, úgy gondoltam, elvándorlok. Menjünk együtt. Mennek, menegetnek, találkoznak egy tüzes üszöggel, egy parázssal. Hová mész te, parázs? Elbújtosom, kiestem a kájhából, én ott a földön csak üldögéltem, gondoltam, elbújtosom. Menjünk együtt. Menjünk! Mentek, beszélgettek ők hárman. Egyszer csak odaértek egy vízhez. A hólyag a vízbe belement, hamar átúszott a túlsó partra. A szalmaszál is belement a vízbe, valahogy ő is keresztül úszott. A parázs kezd csak sírni. Hát én meg hogy menjek keresztül, ha belemegyek a vízbe? Parton a hólyag akkor átkacagott, hogy kipukkadt. Ha a hólyag ki nem pukkadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.